Sziasztok! Ahogy az előző videóban, a telepítős videóban ígértem, megnézzük, hogy mit tud az Arch Linux alaptelepítés. Azaz első körben az XFCE verziót indítottam el, és azt kaptam, amit láttok. Tehát kaptunk egy normális hátteret, és annak egy picit örülök, hogy valóban kulturált színösszeállítás, valóban olyan, ahogy úgy szépen kinéző kis rendszert kaptunk, azaz esztétikailag, gyakorlatilag nincs semmi problémám ezzel. Annak ellenére, hogy nekem elég szigorú elvárásaim vannak, hogyan kell kinézni egy rendszernek, azaz ne pink legyen meg, ne ide-oda izgő-mozgó, akármik legyenek, ez megfelel számomra. Ami lényeg, jól néz ki. És XFCE, megkaptuk a panelt. A panelon azok vannak, amik megszokott dolgok, itt vannak a futó programok, lehet látni, hogy frissíteni kellene a rendszert, és azt is lehet látni, hogy bizony, hát szépen működik minden. Azaz, mit értek azon, hogy szépen működik minden? Mind a két monitoromat, a videokártyámat felismerte. Jó, ez is alapdolog. A hangrendszer működik, semmi különösebb beállítást nem kellett tenni, a hangerőn, a mikrofon hangerején kellett egy picit változtatom, de működik, tehát kimenő-bemenő hang van. Nagyon-nagyon kényelmes. Örültem neki, hogy különösebb problémám nem volt a telepítésnél, nem csak a VirtualBox-ba ment fel, hanem egyszerűen fogta magát, betettem a pendrive-ot, elindítottam azokat, amiket megbeszéltünk, megtettem, és slussz, passz, indult, kész, fölrakta magát, egy olyan 4-5 perc alatt fölrakta egy Ryzen 3600-as 16 gigás gépre, egy SSD lemezre, ami A400-as, hogyha valakit érdekel, mármint ez a típus száma, nagyon jó. Nem volt problémám. Mi az első lépés? Természetesen az az első lépés, bár benneteket igazából nem nagyon érdekel, de én fel fogom frissíteni a rendszeremet. Azaz, elindult a rendszer, látható itt, hogy a terminál az jól néz ki, ide kéri azokat a dolgokat, amiket kell. Igazából nekem nem szívügyem az, hogy ez a NeoFetch itt legyen, ezeket kiszoktam szedegetni belőle, de maradjunk annyiba, hogy belerakták, tetszik nekik, hogy Arch meg különböző dolgokat kiír. A következő lépés természetesen az, hogy beírom, hogy up, áll, és enter kéri a jelszót, meg hogyha a rendszer gazda vagy, az nagy felelősséggel jár, el is indítottam. A régebbi árcsosoknak, aki még ezt a rendszert nem használta, el kell mondanom, hogy ez nem egy különleges parancs, egyszerű megoldással készítette el Erik ezeket a rendszereket, rengeteg aliaszt készített, aminek a leírása megvan, tehát föl van sorolva, hogy milyen aliasz hol van, azaz megnézzük a bashrc-t, ott megtalálunk vagy 120, mondtam egy számot, de lehet, hogy 80 vagy 160 aliaszt, ami nagyon-nagyon kényelmes számunkra, abból a szempontból, hogy azok közül ki tudjuk választani azokat a rendszeradminisztrátori, vagy egyéb olyan aliaszokat, rövidített parancsokat, amely számunkra nagyon jó. Tehát láttátok, beírtam, hogy up-al, azaz frissíts fel mindent, parancsot, és nem kellett beírni, hogy pacman, kötőjel, ez, meg az, meg amaz, enter, meg ilyesmi, meg no confirm, hogy ne kérdezzem mindenfélét, akkor bizony nagyon kényelmesen tudjuk használni. Ez az egyik nagyon jó előnye ennek a rendszernek a többi Arch alapú rendszerrel szembe, hogy nagyon hát emberbaráttá, vagy ember közelévé tették azzal, hogy hát bizony beállították az aliaszokat, rengeteg gyors billentyűt beállítottak, leírásba bent van, hogy mi hova van tegelve, tehát nem kell itt kilódni, hogy mit hol találsz meg. Nagyon kényelmes, azaz odafigyeltek arra, hogy egy olyan rendszert adjanak ki a kezükből, ami egy ilyen nagyon kezdőnek, aki egy picit érdeklődik az Arch fele, de nem akar nagyon belemélyedni, jó legyen, kis nézzen, és stabilan, szépen működjön. Megvárjuk azt, hogy lefusson a frissítés, bele fogok tekerni a videóba természetesen, nem nézegetjük majd azt, hogy hány perc alatt lesz ez kész.
Természetesen a következő lépés mi lesz? Miután felfrissítettük a rendszert, megnézzük, hogy mit tud. Alaptelepítés, semmi pluszt nem raktam bele, tehát azt látod, az megy, amit Erik alap esetben belerakott, azaz. Nézzük is meg a kedvenc hátoppunkat, hogy mekkora memóriafogyasztással él ez a rendszer. 1,17 giga. Az előző Arch Linuxot, amit kipróbáltunk, az egy kisebb telepítés volt, és az bizony 880 környékén evett. Ennyi. Ennek ekkora a fogyasztása. Vegyük figyelembe, hogy itt azért sok minden fut, van egy szép felületed, és egy nagyobb telepítést kaptál. Elfogadható. Nyilvánvalóan, hogyha valakinek 2 gigás a memóriája, annak igazából nem ez a rendszer való, tehát azt nehogy azról álmodozzatok, hogy egy 20 éves laptopra fel tudjátok tolni, és boldogok lesztek, ahol van mondjuk 1 vagy 2 gigabájtnyi memória, oda egy kicsit kisebb fogyasztású kell, de én úgy érzem, hogy ezzel a felszereltséggel, hogy megy háttérbe a variety, meg egyéb ilyen dolgok, bőven, ismétlem, bőven elfogadható a fogyasztása. Azaz ennyi a memória fogyasztását. Én ebből most kilépek Ctrl-C-vel. A következő lépés az, hogy felmegyek a főkönyvtárba, figyeljetek ott a perjárre, tehát az alapkönyvtárba, a rootba, és megnézzük a táblatörlés után, hiszen letöröltem a terminálomat, mármint az előző kiírásokat. Azt nézzük meg, hogy DU kötőjel H, hogy emberi nyelvre lefordítva leírja, kérje nekünk a tárhelyi fogyasztását, ami az előzőekben olyan 8,5-9 gigabájtnyi volt, azaz vegyük figyelembe, hogy az egy minimális telepítés volt, ez pedig egy kicsit nagyobb, majd a részleteket megnézzük. Hát bizony ez 8,8. Ez egy 8,8-as telepítés, azaz igazából nem volt itt olyan iszonyat nagy tárhelyi fogyasztás. Azaz egy 10-15 gigabájtos teljes rendszert el tudok képzelni ezzel kapcsolatban, azaz hozzátett egyéb programokkal kapcsolatban. Nem ugrott meg a tárhelyi fogyasztás, ez számomra nagyon kellemes. Oké, megnézzük a két alapadatot. Több memóriát, tehát egy picikével több tárhelyet fogyaszt, de hát nyilvánvalóan, hogyha több program van fönt, több tárhelyet fogyaszt. Na hát azt hiszem, nem mondtam senkinek újdonságot, becsukjuk. Ops, mit látunk, hogy megváltozott a háttérkép? Isten bizony, hogy nem én változtattam meg menet közben. Ennek az okozója ez a Variety nevű dolog, amilyen háttérkép váltogató akármi. Na hát, ha valamitől én herótot kapok, ez az egyik, hogy a háttér változik. Én szeretem, hogyha stabil, és hogyha én csinálok valamit, nem változik meg a háttér. A zöld háttér nem lesz sárga, nem lesznek más képek, nem pont ott fog futni egy vonal, egy ábra, ahol engem zavar, hogyha a terminál megy. Láttátok, a terminál alapbeállítással ilyen átlátszó, picit áttetsző, inkább így mondom, akkor ne zavarjon már, hogy változik a háttér. A variátit én kiszoktam vágni, leszoktam törölni, de kényelmes, mert sokan szeretik ezt az attraktívabb, hát egy kicsit másabb háttérkezelést. Nekem az a háttérkezelés, hogy egyet beállítok, aztán egy hónap múlva rájövök, hogy lehet állítani, és változtatok rajta, de nagyon kényelmes azoknak, akik szeretik. Na hát én ebből kiléptem. Mi az, ami számunkra fontos? Mit kaptunk? Mi került fel alapból a dobozból a telepítéssel? Nézzük is meg, XFCE. Rákattintunk, összes alkalmazásnál hát ezt nem fogjuk végignézni egyesével, hanem beállításokra megyünk, beállítások. A megszokott XFCE beállításokat meg tudod tenni a beállítás kezelővel. Nagyon szép, nagyon-nagyon szép. Vegyük észre, hogy mi más, mint egy alap natur szikár XFCE telepítés. A Chunkizen-t feltették. Ez egy a Konkinak a beállító, variációs, piszkálgatós rendszere, ezzel össze tudsz magadnak hozni, mint a másik rendszeren láttátok ott a dátum, meg egyéb. Van egy-két példa, be tudod állítani, nézzük is meg, mit tud. Ha elindul, kiválaszthatsz egy csomó, hát konkikból, lapozd. Én azt javaslom, hogy lapozd végig, nézd meg, és hogyha éppen olyan van, ami tetszik, azt szart szemére. Nagyon szépen
be tudod állítani, kijelzi neked azt, amit akarsz, kijelzi a CPU használatot, a memóriafogyasztást, akármit. Én igazából nem szoktam nagyon variálni, láttátok a másik rendszeren az alap konki beállításomat, írja ki a dátumot. Ez a lényeg, hogy tudjam, milyen nap van. Ami egy kicsit eltér, és lehet látni, hogy plusz a előző telepítésben megmutatott egyszerű beállító panelokhoz, hogy van az adblock. Erről már volt szó egy cikk, ez a host file-ba fogja beírni neked azokat az adatokat, azokat a több száz, inkább azt mondom több ezer olyan hirdetési oldalaknak az IP-jét, nevét, amit jobb lenne, hogyha blokkolnál, ne a hirdetések foglalják el a képernyődet. Egy kellemes dolog, érdemes használni, nagyon jó. Az Arch Linux Welcome, hát ez bizony ismerős, ugye? Már ilyet láttunk. Van egy ilyen, hát háttérkép, akármi csinálgató, hát ezt is nagy évben el szoktam felejteni, van, nem igazán érdekel. Gyakorlatilag az XFCE-nek, meg a legtöbb asztali felületnek, ablakkezelőnek, egyébnek megvan a saját háttérkezelője, én nem szoktam mást használni. Openbox alatt a nitrogén bőven jó nekem. Fölrakja a képet, aztán örülünk. Arch Linux végtúl, hú, ez biztos valami nagyon érdekes, nem az lesz, előre elárulom, nézzük is meg. Hát bizony rendszergazdiként kénék belépni, és meg is adtam, végtúl. Ez az egyetlen egy olyan dolog, ami igazából végignézed, nem szoktam különösebben vele, hát hogy is mondjam, vacakolni. Az autostartot állítja be, a welcome-t, az a kis megjelenő frissítsd a tükröket, felkiáltású meg ott alul, hogy dotálhatsz bennünket, itt van a fórumunk, egyéb ki szoktam kapcsolni, a variátét kikapcsolom. Illetve természetesen egyéni döntés az, hogy szeretnéd-e a vágólap kezelőt futtatni, vagy nem. Azt a asztali környezetet még pluszba felteszed, ami számodra fontos. Nekem az a magánvéleményem, de ez valóban csak a magánvéleményem, hogy ez totál jó dolog, ha kísérletezel. Totál jó dolog, hogyha kísérletezel, meg szeretnéd nézni, milyen a Mate, Openbox, hát az fent van, éppen nem jó példa, az X-Nomad, és akkor te fel tudod tenni. Ráadásul, hogyha itt lapozgatsz, még a kinézetre is van valami gondolat, install, illetve újra install, megoldható. Tehát innét be tudsz lépni, nem nagyon hat meg, az ilyen én sokkal jobban szeretem. Mit? Természetesen azt, hogy én terminálból rakom fel, és ahogy az előzőekben a telepítésnél mondtam, válasz ki azt az asztali környezetet, ami tetszik, és annak az isóját töltsd le, nem kell akkor újra valamit felrakni. Háttérképek, hát bizony a grubnak a háttérképe úgy állítod be, ahogy szeretnéd. Kellemes dolog, de nem egy életszükséglet, hogy a grubnak milyen, tehát amikor indul a géped, milyen háttere van, én hagyni szoktam alapbeállításba. A következő a H-block adblocker, hogy engedélyzed vagy nem, azt magad fogod eldönteni, erről már volt szó egy cikk. A login, amikor te beírod a jelszavadat, illetve ahol váltani tudod az induló asztali környezetet, most XFCE a következőbe pedig az Openboxot fogom elemezgetni, az, hogy milyen háttere legyen, hát azt magad fogod eldönteni, illetve hogy autologin legyen, vagy ne legyen, tehát az, hogy név nélkül, jelszó nélkül be tudj lépni. Felejtős. Maradjunk annyiba, hogy felejtős. Jó? Tehát én úgy gondolom, hogy igazából felejtős az, hogy jelszó nélkül belépjünk, hát hogyha pedig úgy van, hogy jelszó nélkül, akkor az alapértelmezett asztali felületet be tudod állítani. Kellemes, de nem hatott meg nagyon a dolog. A NeoFetch, tehát az, amit a terminálban láttál, meg is mutatom a véletlen, na, ez az, ennek a dolgait lehet beállítani, hozzáteszem a konfigurációs fájlok beállítása, mármint úgy értem, hogy manuális szövegszerkesztővel való beállítása, az én maszek véleményem szerint sokkal kellemesebb, bár itt is be lehet pipálni. Következő, Pacman konfigurátor dolgok, ezeket simán be tudod állítani, hogy milyen repókat szeretnél engedélyezni. Egyetlen egy dolgot szeretnék hozzátenni ehhez, mármint nem ehhez, hanem általában, nézd meg, Arch Linux repo, ilyen-olyan Arch Linux repok vannak, ez számomra nem előny. Természetesen, hogyha valaki csinál egy disztribúciót, a saját tárolóját elkészíti, de nekem az a elvi
ellenérzésem, hogy legyen egy Arch alapú rendszerben saját program, ami más Arch alapú rendszerben nincs, hogyha véletlenül Erik, bár erre nagyon-nagyon kicsi az esély, Erik, aki ezt fejleszti, sok-sok egyéb emberrel együtt, bizony azt mondja, hogy lehúzom a redőnyt. Akkor mit csinálok az Arch Linux repokkal, ha nem lesznek frissítve az ott lévő programok? Nagyon sok, nagyon jó kis programba belenyúltak, szépítettek, javítottak rajta, ami ebbe a repóba bent van, esetleg ami nem működött Arch telepítéseknél, ők egy kicsit belepiszkáltak, belenyúltak és működik, de hogyha megszűnik, akkor mi van? Jó, nem szűnik meg, higgyétek el nekem, legalábbis nem holnap fog megszűnni, de azért van ilyen kis ellenérzésem. A Arch Linux repoknál a teszt repokat, egyebeket lehet engedélyezni innét. Hát bizony, én úgy gondolom, hogy egy alap embernek, aki most ismerkedik az Arch-sal, a teszt repok nem szükségesek, de bekapcsolhatod, gyorsabban frissül a rendszered, gyorsabban kapod meg a leges legújabb dolgokat, de azért gondolkodj el azon, hogy esetleg több hiba is lehet benne. Nyilvánvalóan azért nincs az alap Arch telepítésben a teszt repok bekapcsolva, mert azért ott lehetnek a teszt miatt, a tesztelés miatt, a próbálgatás miatt, a gyors javítgatások miatt bizony komoly olyanok számodra nem jók. A következő kettő, igazából ezeket mindig ki akartam próbálni, ezt a 1-es 2 repot, tehát tárolót, ezeket érdemes lesz egyszer bekapcsolni, megnézni, hogy mit fogsz abba találni, esetleg plusz olyan kis programocskák lesznek, amik számodra érdekesek lesznek. Én ezeket most bekapcsolom, egyszerűen azért, mert ha mindig csak azon gondolkozok, hogy majd valamikor kipróbálom, hát bizony ezen a tesztrendszeren ki fogom tudni próbálni, hát bizony a terminál a témáját tudod megváltoztatni, hát amilyen éppen neked tetszik, olyan lesz a terminálodnak a témája, hát nem az életem leges legnagyobb vágya, hogy hogyan nézzen ki, állogathatsz rajta. Itt pedig ezek a téma cserélgetők bizony az i3-on, meg ezen a asztali környezeten fog működni, itt nem természetesen, és mi a hashtag ZSH témákat tudod megváltoztatni, hogyha ZSH telepítést kapsz, tehát a nem bas, hanem az ZSH lesz az alapértelmezett shell parancsértelmezett. Jó dolog, jól néz ki, valljuk be, nem rossz, de igazából olyan eszközt nem adtak, ami engem hát úgy meglepett volna, hogy hű, gyerekek, ezért csak az Arch Linuxot kéne használni, de kezdőknek nagyon kellemes kis cuccocskát hoztak össze. Oké, nézzük is meg, mi az újdonság vagy egyéb. Hát, ahogy lehet látni, igazából nincs semmi olyan hű de nagy, hű de érdekes, vagy egyéb, ami hát máshol nem lenne. Az, amire felhívnám a figyelmedet, hogy szoftver frissítés, telepítés, eltávolítás. Vegyétek észre, hogy a múltkori rendszerbe, a magyarácsba, ami egy szikár, nagyon-nagyon alaprendszer, és arra te teszed fel, nem volt grafikus csomagkezelőrendszer, föl lehet tenni nyilvánvalóan fél perc alatt, terminálból akármit fel lehet dobálni, itt alapból bent van, mi az, ami alapból bent van, természetesen ezt már ismeritek, hiszen volt egy olyan kis videó, hogy Arch első lépések, meg mit kell az Arch-sal csinálni akkor, hogyha te szépen feltelepíted, ez egy nagyon-nagyon kényelmes, jól kinéző, pamac nevű kis eszköz, én pamacsnak hívom, ami igazából megpróbáljátok ki, egy professzionális, jól működő, és véleményem szerint hát egy alap dolog, ami egy kezdőnek, középhaladónak, vagy esetleg még azt mondom, egy profinak is megkönnyíti az életét, hiszen a frissítéseket ki tudom iratni, a telepített programokat, és egy keresést is le tudok futani. Profi kategóriák, a tárolók között nézzük meg a két új tárolót, amit beletettünk, hogy mi van benne. Ez a Heftor, mi van benne, nem található csomag. Hát bizony ez így nem túl jó, ebbe nem található csomag. Miért nem található csomag? Természetesen azért, az adatbázist nem frissítettük föl. Beírom a jelszavamat, látható, hogy nem látható, nagyon profi, frissítettük. Frissítjük a rendszert, mármint a repókat,
és megnézzük Mrs. ide belerakosgatni. Hát végignézheted, hát ami éppen érdekel téged. Igazából ezek azok a dolgok, amik, hogy is mondjam, Cinnamon egyebekhez készültek, polibárok, egyebek, azért vannak benne talán érdekesebbek, kevésbé érdekes dolgok, el tudod dönteni a másikba, pedig szintén hasonlóan én kis kiegészítések, de azt vegyük észre, hogy jellemzően olyan konfigurációs dolgok, olyan beállítók, amik érdekesebb, ritkább, vagy általunk kevésbé használt asztali felületekhez tartoznak. Oksi, megnéztük! Na hát megnéztük azt, hogy kaptunk egy kis XFC-et, egy kicsit fölturbozták nekünk, pár olyan dolgot, ami használatos, hasznos, azt belerakták, nézzük is meg, beállítások, fejlesztés, Atom Electrum, Geannyi összehasonlító és a Sublimetex van bent. Ez a különbség a magyar árcs, meg az Arcolino között. Magyar árcson van pontosan egy darab szövegszerkesztő, amivel te szépen fogsz tudni dolgozni, ha nem tetszik, fölteszel egy újat, de itt 1, 2, 3, 4 darab van, nyilvánvalóan és értelemszerűen előre konfigurálva, szépen beállítva, de az én véleményem szerint 1, 2, 3, 4 nem kell. Én gyakorlatilag ezt és ezt szoktam használni, a másik kettőt nagy évbe eldobom. Grafika. A grafikánál is vegyétek figyelembe azt, hogy semmit nem pipáltam be, csak az alapértelmezett cuccokat húztam fel. Gépik, Inkscape-et felrakta. Igazából valljuk be, akinek nem kell vektorgrafikus rajzoló program, soha én használom, nekem kell, annak bocsika, de nem kéne felrakni, aki kezdő, annak nagyon jó, mert elkezdi gondolkodni, Szent Isten, mivel lehet grafikus képeket szerkeszteni, vektorgrafikus képeket szerkeszteni, akkor oda megy a grafikához, és végignézi, hogy mi az, ami esetleg ismerős. Nem kell neki gondolkodni, felrakta a packet, a szkennerek be vannak állítva, illetve hogyha csatlakoztatnám a szkennert, akkor automatikusan felismeri. Igazából nem biztos, hogy egy kezdőnek ez nagyon rossz dolog, de egy haladónak, akinek esetleg nincsen szkennerje, annak teljesen fölösleges a szkenner programot felrakni. Itt azért mindenképp tudjuk azt, hogy ezekből szelektálni is lehet, tehát fogod, aztán letörlöd, ami nem kell. Milyen internetes dolgokat rakod föl? Azért mondtam, hogy nézzétek át azt, hogy mit rak fel ez a rendszer alapból, és esetleg egy VirtualBox-ba 10 perc alatt nyomassátok föl, mert hát igazából, amikor ott voltunk, és be kellett x-elni, hogy milyen böngészőt egyebet rakjon fel, hát bizony, ott esetleg még 2-3-at fölraktál volna, akkor lenne itt a Vivaldi, a Firefox és a Chromium mellett még 4-5-6, akármennyi, fölösleges két böngésző, nagyon kellemes, hozzáteszem, ismétlem azt, hogy akkor is mondtam, hogy egy tort tegyetek fel, ha olyan helyekre akartok kalandozni, ami hát igazából nem a Chrome-nak, meg a Chromium-nak, meg a Firefox-nak való, hanem egy keményebb védelem, egy kis magánéletvédelem is el kell, akkor azért legyen fönt a Tor rendszer. Tehát egy olyan rendszert kapsz, amivel megtalálod a kedvenc böngésződet, automatikusan vedd észre. A magyar árcsnál nekem az volt az első megjegyzésem, hogy tegyetek föl valami böngészőt, mert ő nem rak föl. Nyilvánvalóan, ha az az elvet, hogy egy legyen fönt, akkor az kényelmesebb, hogy azt beállítod, azt felteszi, és itt, hogyha azt mondod, hát te a Firefoxot, a tűzrókát, vagy a Chromiumot, hát zsigerből utálod, akkor le kell szedned. Én úgy gondolom, hogy ez így egy korrekt összeállítás kezdőknek. Iroda, nem kell megijedni, ebbe is van természetesen LibreOffice vagy egyéb, csak nem tettem föl. Itt nagyon jól eldöntötte Erik, hogy ne kerüljön fel, hanem telepítéskor neked kell ilyen bepipálni, melyik komoly Office programot szeretnéd felrakni, és a LibreOffice közül a Fresh-t vagy a másikat szeretnéd használni, mert ez a te döntésed, azaz nem kényszeríti rád, hogy a LibreOffice-t felrakja, és utána neked le kell szedni, hogyha te az AmiWord-öt szeretnéd használni valami fura ok miatt.
azaz nagyon jó. Az Evolution, ez egy levelező program, és egy dokumentum megjelenítő van. Hát megnézem most érdekességképp, hogy melyik dokumentum megjelenítő. Az Evince van fent, hát oké, ezt választották, teljesen mindegy. Mármint olyan szempontból mindegy, hogy sok van, és valamit választani kellett. Nem lesz olyan kellemetlen helyzeted ezzel a programmal, hogy az ismertebb dokumentumokat nem tudod megjelenítetni. Internet meg volt, iroda, hát az iroda nagyon kényelmes, hát bizony fel kell rakni, már úgy jegyezd meg, hogy valamilyen komolyabb szövegszerkesztőt. A kellékeken átmegyünk, de igazából semmi olyasmit nem találtam benne, ami hű, de nagyon-nagyon érdekes lenne, és a beállítási panelba, amit az előbb nézegettünk, ne jelent volna meg. Itt van a konkinak a beállítása, illetve a másik konki választó, inkább így mondom, és a konki piszkálgató. Hozzáteszem, itt is a konkiknál érdemesebb szövegszerkesztővel egy kis előtanulmány után piszkálgatni a dolgokat, mint ezekkel váltogatni kézzel, szerintem egyszerűbb. Vegyük észre, illetve figyeljük meg, hogy fontmenedzser, fontnézegető felkerült, ez egy kellemes dolog igazából, nagyon-nagyon jó, én leszoktam váltani egy másikra, természetesen volt róla az, hogy én mit használok, akkor bizony itt lehet nézelődni, pendrive formázó, pendrive lemezképíró, kényelmes, nagyon jó dolog ez, bár elméletileg, hogyha telepítettél, akkor van már egy indító pendrive-ot, de ezekkel kényelmesen el tudod készíteni a indító pendrive-odat, mindig a legfrissebb, vagy a második legfrissebb isóról legyen neked egy pendrive-od, mert hogyha bármi történik a rendszereddel, azért nem árt, hogyha újra telepítéshez, nem a szomszédba kell menni, hogy letöltsük, és felírjuk a pendrive-ra a lemezképet. A másik szintén igaz, én ezt jobban szeretem, bár ez az egyéni dolgom, terminálból egy parancsorral megadni. Gyorsabb pendrive-ok kiírása után itt a Plunk, ez egy kényelmes, egész jó pofa, indító panel szerűség, én nem nagyon szeretem, de sokan szeretik, és bizony ezen oknál fogva kerülheted bele, professzionális, nagyon jó, csak az én ízlésemnek nem megfelelő. A variétéről volt szó, vágólapkezelő működik, igazából a kicsi, szikárabb telepítéseknél ezek, amik el szoktak maradni, hogy vágólapkezelő, ops, szent isten, valamilyen pendrive író, szent isten kimarad, és nem jut eszedbe a neve, hogy hogyan kell telepíteni, és ezért jó kezdőknek ez a rendszer, mert majdnem mindent feltol, plusz amit te még kiválogattál, és örülhetsz neki. És van egy, hát ez megkérdezem, de senki nem tudja a választ, szerintem miért van CD és DVD író alkalmazás. Itt se tudom, hogy az XFCE-nek a hülyesége, hogy a 21. század 20. évébe CD és DVD író szoftvert belerak, vagy valahogy így maradt, vagy Erikék döntöttek úgy, hogy ez bizony, hát bizony ennélkül élni nem lehet. Ez van multimédia. A multimédiánál sem kell megijedni, hogy hát itt alig van valami, meg egyéb, mert nem raktam föl semmit. Megvan a szokásos nézegető zene lejátszat, ez a Prágát én nem szeretem, de hát ezt tették bele. Ez egyéni dolog, hogy ki mit szeret, én őt nem szeretem. Bent van érdekes mód a videórögzítő, tehát a képernyő videórögzítő program alapból is kényelmes, kényelmes, hát kinek kell, kinek nem, és természetesen XF Burn, az is bent van, örülünk neki, még egy helyen tudunk DVD-t írni, hát bizony ez van, és a VLC-t választották, mint videó lejátszott, egyéni dolog, nagyon jó, de véleményem szerint az SM Player jobb. A rendszernél nézzük is meg, hogy mi az, ami igazából érdekesebb, ahogy én itt látom, a szokásos, elvárt, és hát alap, és fontos, és kezdőknek nagyon jó, hogy felsorolt, eszközöket megtalálod, természetesen a szoftver telepítés, egyéb, vegyük észre, hogy a Tonart választották fájlkezelőnek, kényelmes, jó, professzionális, de van ennél is jobb, mármint úgy értem, hogy jobb, hogy én azt jobban szeretem, de ezzel el tudsz indulni.
a printer manager, tehát a nyomtató manager nagyon fontos, mert ahogy az előzőben is említettem, mármint amikor a magyar ácsot nézegettük, hogy azért, ha valakinek van nyomtatója, lesz nyomtatója, azért telepítőskor már tegye föl az ehhez való dolgokat, már utólag biztosan nem fog eszébe jutni, hogy rádugja a nyomtatót, vagy bekapcsolja a nyomtatót, és nem megy. Miért nem megy? Minden hibát kitalál az ember. Aztán kiderül, hogy csak annyi, hogy a meghajtó programokat, a nyomtatási beállításokat és egyebeket szervező eszköz nincs fent. Szoftverekről volt szó, termite egy akármilyen nem is rossz kis terminál program, nagyon professzionális. Egyébként bármelyik terminál program jó, és itt van kettő darab egyéb terminál program, én az XFCE terminált használom, egyéni preferencia. Timeshift, vegyük észre, gondolt Erik arra, hogy bizony a kezdőknél előfordulhat az, hogy ő bizony szétbarmolja a rendszert, szétpiszkálja, nem olyan háttere lesz, nem olyan ikonjai lesznek, nem olyan akármilyen lesz, nem olyan beállítása lesz egy ilyen timeshift, azaz időugró programoska, rendszermentő, rendszer visszaállítási pont készítő eszköz, az bizony nem rossz, természetesen akkor, hogyha az ember használja. Oké, most egy kicsit turkáljunk a dolgokba, és indítsunk el egy fájlkezelőt, keressük meg a fájlkezelőt, a kellékek között van, vagy másolnád is el lehet indítani, a Tunárt. A Tunárnak egy Ctrl-H-val indított dolog, látjátok az előbb ez a billentyű kombinációs dolgot elindítottam, hogy lássátok, hasznos egyébként, és kényelmes felvételnél természetesen miért indítottam el? Azért, mert belenézünk első körben a konfigurációs fájba, a Bash, illetve ZSH RC-be, nézzünk is bele a Bash RC-be, ami egy nagyon, nagyon jó kis dolog, a Sublime Texthez van odatéve. Ami lényeg, amiről beszéltem, be van állítva jó részt, az én ízlésemnek is megfelelően a Bash, illetve a ZSH-nak a konfiguráció fájla, és amit szerettem volna megmutatni mi, az aliaszok. Nézzétek át az aliaszokat, ha igazából nem értetek a parancsoros dolgokhoz, akkor egy kicsit nehezebb dologod lesz, de nézd át, hogy mihez mi van beteggelve, hozzárendelve. Itt van az UPAL, amit az előbb használtam egy másodperc alatt, a jaj kötőjel S, nagy S, Y, U, no confirm. Hát azért gondoljunk bele, hogy aki naponta frissíti a rendszert, természetesen egyszerűbb beírni, hogy a UPAL, mind az egész hobelbancot, ezt a hosszú parancsort, igaz? Azt hiszem egyértelmű, tehát nagyon sok aliaszt készített el, ami számunkra abból a szempontból nagyon-nagyon jó, hogy gyorsítja a munkánkat, és lehet látni azt, hogy bizony ő odafigyelt. Tehát vannak bent kézi munka, és nem csak fogta magát, és egy kicsit átrendezte a képet, összerakott egy-két programot, hanem valóban dolgozott is, és az aliaszok nagyon jó dolgok. A másik, amit én szeretnék mutatni, előzmények között beállítás kezelő, alkalmazás, gyors billentyűk, rákattintunk, és nézd végig az alkalmazás, gyors billentyűket. Tehát ő komolyan vette azt, hogy érdemes a kezdőknek egy olyan rendszert adni, amibe az aliaszok, terminál szerelmeseknek, és a gyors billentyűk, billentyű kombináció szerelmeseknek, ott legyen minden készen. És én azt vettem észre, legalábbis az a tapasztalatom, hogy mind a két rendszerbe, akár az Openbox, illetve az XFCE, és a többi asztali felületnél, ahol ez értelmezhető, ezek a gyors billentyűk működnek. Azaz, hogyha megtanulod a gyors billentyűzést, az, hogy mi hova van hozzáállítva, és nem állogatod át, akkor természetesen nagyon-nagyon kényelmesen tudsz váltani, ha az XFC-et, hát azt mondod, hogy most inkább másikat próbálnám ki, és megnézem a Laci által annyit emlegetett Openboxot, akkor semmi gond, a gyors billentyűk ugyanúgy fognak működni, nagyon professzionális.
Ennyit tudnék elmondani a Arch Linux XFCE verziójáról. Látható, szépen összerakott, hát nyilván az a panel van itt, ami az XFCE-hez van, hátteret szépen megválasztották, tehát nem valami csúnya hátterek mozognak, bár én a Variety nevű eszköztől Herótot kapok, de igazából nagyon jól összerakott. A szoftver kínálat még így is, hogy pontosan csak a kernelt választottam ki, meg megmagyaráztam neki, hogy nem Intel, hanem AMD processzoron van, még így is kielégítő, kapsz hozzá egy grafikus beállítórendszert, amit ők csináltak, hogy használod, nem használod. Egyéni dolog, szerintem jó pofára sikerült nekem, nem igazán adott plusz újdonságot, de kezdőnek valóban kényelmesen használható, és egy jó kis szoftverkínálatot kaptunk, és hozzáteszem akár alias, akár gyors billentyű beállítás szempontjából nagyon-nagyon kényelmes, és nagyon szép verziót kaptál, azaz dolgoztak vele. Nem összehányták, hanem valóban dolgoztak vele, hogy egy kezdőnek nagyon-nagyon professzionálisan összerakott rendszert tudjanak adni. Hát ennyi az XFCE. Ennek örömére leállítom a felvételt, és elindítom az Openboxot is, hiszen természetesen azt is szeretném megnézni, ott inkább csak az már a szoftverkínálat. Ugyanaz, hogy hogyan néz ki, és tudom-e használni, és azt, hogy ha valaki az életbe soha nem látott Openboxot, kap egy olyan felszerelt Openbox asztali környezetet, ablakkezelőt, amivel el tud indulni egy nagyon lájtos, nagyon könnyű és nagyon jól konfigurálható rendszer felé. Na nézzük is meg, újraindítom, persze a videó lementése után a rendszeremet. Újraindítás után az Openboxba jelentkeztem be. Gyakorlatilag mit látunk? Azt látjuk, ami a Arch Linuxnak az egyik legnagyobb eredménye, legalábbis véleményem szerint. Egy KDE, egy GNOME felületen igencsak könnyű, normális, jól átlátható és szép felületet összehozni, de az Openbox más. Miért? Mert hogyha felteszel egy KDE-t, vagy esetleg még egy XFCE alaptelepítést is, sok mindent kapsz. Normálisan kapsz egy panelt, normálisan kapsz egy start menüt, és úgy ismerős, még egy Windows 10-ről vagy akár Windowsról áttérő embernek is. Miért? Mert van panel, meg van start menü, meg van háttérkép. Ez az, ami az embereknek fontos. De hogyha felteszel egy üres Openboxot, tehát egy teljesen beállítatlan Openboxot, akkor mindenki rögtön sírva fut el, ez egy üres képernyő, semmi nincs, egy fekete háttér, és most hogyan tovább, micsoda vacak az Openbox? Hát bizony, ők megcsinálták, és hozzáteszem, egyéb disztribúciók is megcsinálták különböző alapon, Debianon, például a Bunsen Labs, az nagyon-nagyon kellemes erre a célra, szóval a lényeg az, hogy megcsinálták azt, hogy van háttérkép, van panelod, és van ilyen gyorsindító sávod. Első osztályú, így bizony egy olyan embernek, aki most lát először Openboxot, annak is egy kényelmes, jól átlátható felületet adtak. Nézzük is meg! Mi az, ami nekünk fontos? Van egy Plunk nevű eszköz, ez ilyen gyorsindító sáv, nem a szívem csücske, úgyis tudjátok, hogy én a Tint 2-es panelt jobban szeretem, bizony én ezt leszoktam cserélni, de mi az, ami lényeg? Van egy terminál, van egy olyan futóprogram, ami éppen most fut, a rögzítő program, egy böngésző, egy Sublimetex 3-as, illetve van egy Firefox, tehát megvannak azok, amivel el tud indulni az ember. A következő, ami lényeg, van egy Tint 2-es panel, szépen beállítva. Mondjuk ki őszintén, szépen beállítva, megvannak a megfelelő mennyiségű asztalok, el tudod indítani a programokat, és bizony szépen néz ki. Mi az, ami az Openboxnak egy nagyon sarkalatos pontja? Természetesen a jobbklikkes menü. Az egeres jobbklikkes menü. Miért? Mert azzal alapból lehet elérni mindent, mindenfajta panel használata nélkül. Sokan valóban úgy használják, hogy van egy jobbklik, aztán semmi egyéb. Tehát egy üres képernyő, meg jobbklik. Ez is egy irány, és szépen be lehet állítani. És ennek a
menünek a beállítása viszonylag egyszerű, hiszen volt róla szó egy videóban, és szerintem az se egy agysebészet, de hogyan oldották meg Erikék ezt a kérdést? Nézzük is meg! Rákattintasz, és látod. Látod azokat a programokat, amik fel vannak telepítve, egyébként frissül. Nagyon jól megcsinálták, hogyha feltelepítesz programot, akkor a jobb klikkes menü frissül. Azaz el tud indulni a kezdő is szépen, és kényelmesen. Az alap Openbox telepítésnél, hát múltkor láttátok, bizony egy üres menüt kaptunk, egy olyat kaptunk, amiben hát igazából volt olyan, ami nincs is feltelepítve, nem indul meg egyéb, azaz elveszi az embernek a kedvét a Openbox vagy egyébnek a használatától, hogyha nincs gyakorlata. Nyilván akinek van gyakorlata, annak teljesen mindegy, hogy van-e jobb klikkes menü beállítva vagy nincs, de itt van, és szépen be van állítva, mert nagyon szép struktúráltan összerakott dolog. Nézd meg, ott az Openbox almenü, tehát van egy almenü, meg annak almenüje, meg annak, és annak is egy almenüje. Azaz mindent elérsz a jobb klikkel, el tud indulni a kezdő. Oké, örülünk neki. A következő gondolat, nézzük meg a gyors menüket. Hát első gondolat természetesen az, hogy hát hol lehet azt megnézni, menjünk be mindenfajta konfigurációs fájlba, és aztán bogarászuk. Hát nem. Nagyon okosan, nagyon ügyesen gondoltak arra, Erikék, hogy hát bizony nem mindenki szeret XML fájlt nézegetni, meg különben is. És ide mész, és ide mész, és tovább, és megvan a kibindel, tehát a mit, hova és mihez rendeltek felkiáltású listád. Nyilvánvalóan, hogy ez nem egy az egybe fedi le azt a elvárást, ami nekem van. Tehát, hogy a Windows gomb és a K-val induljon el a KDN Live, meg egyéb, de be tudom állítani. Azaz, meg tudod nézni a gyors billentyűket, itt is, hát nézzünk bele ezekbe a konfigurációs fájlokba. Még egy dolgot szeretnék mutatni, és az számunkra nagyon-nagyon jó, és jegyezzük meg. Itt, mi ez itt? Menjd és editáld az RC fájlt, azaz, lemeneti, és tudjuk editálni az RC fájlt. Ez az RC fájl, ami mindenféle egyebet tartalmaz, tehát a gyors billentyűket is. Érdemes esetleg le is menteni, megnézegetni ezt, míg hogyha későbbiek folyamán nem is Arch Linuxot használsz, hanem más, mert nagyon jó kis beállításos gondolatok vannak, és nem csak az van benne, hogy hát 1, 2, 3, 4 gyors billentyű megvan, hanem egész komoly rendszert raktak össze. Azaz, ahogy lehet látni, igencsak jól összerakott RC fájlt kapunk, ami úgy általában jól is működik, az, hogy egy-két dolgot át szoktam írni, teljesen mindegy. Valljuk be, professzionális munkát végeztek, azaz el lehet mondani, hogy pontosan egy hiba, ami nem az övék, hanem gyakorlatilag az Openbox-nak a furcsasága, az, hogy a háttérképpel majd egy kicsit variálni kell, hiszen hogyha előbb láttátok a háttérképet, azért ezek a szörfös emberkék, akik a nagy hal fölött szörföznek, azok bizony középen voltak, és itt azért be kell állítani a képek méretét, automatikusan nem sikeredett neki áthozni a XFCE beállításait, de gyakorlatilag ezt be tudjuk állítani. A fájlok, amikre nekünk szükségünk van az Openbox-nak a beállítására, ugyanott vannak, mint akármelyik Openbox rendszerben, nézzünk is bele, de csak azért, hogy meggyőződjél róla, hogy az, amit én különböző egyéb videókban elmondtam, az pontosan ugyanúgy ennél az Openbox-nál is ott van. Indítunk egy File Manager-t, mi indul el, elindul a megfelelő File Manager, amit megszoktunk. Ugyanazt látod nyilván, hiszen ugyanaz a rendszer. Nézzünk a config fájlokba, belenézzünk, hát ez az én hobbim, hogy rögves megnézem, hogy mit állogattak az Openbox-nál. Ott van az Auto Start, nézzük meg, hogy mit indít megnyitás. Ezzel megnyitjuk. A Tint 2-es látjuk, hogy a Tint 2-es beállítása megtörtént. Nitrogénnel szokták a hátteret beállítani, itt is azzal történik, be kéne állítani, pontosan is akkor nem ilyen ronda lenne. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a Polybárnak is van valami beállítási lehetőség, ez egy másik panelkezelő, de ki van kommentelve, ami igen-igen csak kedves, és a többi, hát a Numlox,
a X az természetesen azt adja, hogy a számbillentyű az egy számbillentyű legyen, és ne a nyilacskák legyen, tehát legyen bekapcsolva. A többi igazából a Clipmont indítja, tehát ezt a vágólapkezelőt indítja, a többi a plank az elindul, természetesen ott van, ott ugrál, vagyis ugyanazt kapjuk, amit úgy beszoktunk állogatni, hogy ezt kiegészíted a startmenüt, egyébben az a te egyéni dolgod. Az autostartot megnéztük, nézzük meg, mi ez, hogy kejbint. Oppá, ilyen nem szokott előfordulni, mi a szösz ez? Hát ez az, amit érdemes véleményem szerint megnyitni, és elmenteni, vagy kinyomtatni, bár nem szoktam kinyomtatni ilyesmit, de érdemes. A gyors billentyűket felsorolja neked. Ez itt nagyon fontos, hiszen nem 1, 2, 3, hanem 119 darab gyors billentyűt sikerült nekik összehozni. Ez iszonyat nagy munka. Tehát ez nem úgy működik, hogy az ember kitalálja, hogy a Windows és az a KDN Live-ot indítja, aztán beírom, aztán kész, hanem 119 darab beállítást csináltak. Itt van, amit az előbb lementettünk, láttátok ügyesen, hogyha onnan menüből indítod így, menüből indítod el, előbb még megvolt, hogy mentse, és utána editálja az RC-fájt, akkor lesz egy ilyen mentésed róla, nagyon professzionálisan összehozzák. Azaz, összefoglalva, bár az egyik legkisebb olyan felület, ablakkezelő rendszer, az OpenBox, hát a KDN Live-hoz, a GNOME-hoz képest, amit ugye az emberek nem nagyon szeretnek, de ablakkezelő, és nem ez a csempézős ablakkezelő rendszer, bizony a legkisebb, azt is olyan szintre hozták, hogy azt egy kezdő, aki a jobb klikket megtalálja, már tudja használni. Persze van rajta egy kis manuális munka, beállítani a háttérképet rendesen, mert hát ez eléggé slendriánra sikeredett így. Nyilvánvalóan, mivel hogy nem a nitrogénnel indítottam a beállítást, na de mindegy, lényeg. Természetesen van rajta egy kis manuális változtatnivaló, telepítgetés, egy kicsit mássá tenni, de egyik se egy olyan agysebészet, amit ne tudna megcsinálni egy középhaladó, azaz elmondható az Arch Linux-ból 2 darab olyan asztali felületet, asztali környezetet néztünk meg, ami viszonylag kisebb gépekre is szépen működik, és korrektül össze van rakva, alá van dolgozva, hogy csúnyán mondjam, alá lett dolgozva, egy kicsit szebben hangzik, a kezdők igényének, azaz szép munkát végeztek. Az i3-as lenne a harmadik, de azt én soha nem használtam, és azt úgyis tudjátok, én csak arról szeretek beszélni, arról tudok beszélni, amit azért nagyjából ismerek. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy legalább VirtualBox-ba tegyétek föl az Arch Linux-ot, B meg D nélkül, ezt a 2 felületet próbáljátok ki, vagy 3-at, hogyha ismeritek az i3-ast, és utána gondolkodjatok el azon, hogyha Arch fele nyittok, és nem alapból, a magyar Arch-al felrakni alapból, az egészet is arra építkezni, hanem egy kéz belakott, kidíszített lakást szeretnétek, rendszert szeretnétek magatoknak, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó választás lesz. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, és mindenkinek jó Arch Linux-ozást kívánok, sziasztok!